A január csendesen indult üzemanyagár változás tekintetében. A hónap közepén tapasztalt nagyobb léptékű emelés után ismét nem volt változás, februárban azonban folyamatosan emelkedtek az árak. A benzin 3-6 forinttal, még a gázolaj 2-4 forinttal lett egyre drágább. Az emelkedés hátterében leginkább az áll, hogy a Brent típusú olajára folyamatosan emelkedik, most már tavaly november óta látjuk ezt az emelkedő tendenciát. Jelenleg is 60 és 65 dollár között kapunk egy hordónyi olajat, ami jelentős hatással van a hazai üzemanyagárak alakulására. Az olajárának emelkedését leginkább az határozza meg, hogy a világ keleti felében, tehát az ázsiai régióban, a pandémiás helyzet korlátozó intézkedései már nem olyan szigorúak, és az ipar, a kereskedelem, a gazdaság az elindult, és ott elég komoly kereslet mutatkozik jelenleg az olaj iránt. A folyamatos áremelkedés eredményeként már 400 forint fölötti átlagáron tudnak tankolni az autósok a hazai kutakon. Nyilván nem örülnek neki, ki szokták várni általában, hogy csökkenjenek az üzemanyagárak, ha pedig nem tudnak mit tenni, akkor megtankolnak. Ha pedig jön egy nagyobb áremelés, és ugye ezt a sajtó média bejelenti, akkor általában már előtte lévő napokon jönnek és tankolnak. Az árak azt is befolyásolják, hogy egy-egy alkalommal mennyit tankolnak a sofőrök. A benzinkúton azt mondták, ilyenkor jóval kevesebb üzemanyagot töltenek a járművekbe, reménykedve abban, hogy mire legközelebb a töltőállomásra mennek, csökkennek majd az árak. A híradónk által megkérdezett autósok többsége nem örül a folyamatos drágulásnak. Emelik állandóan. Komolyan. Hát nem tudom, miért kell ezt csinálni. Sokája? Hát, hogy 420 forintot, igen. És mi lesz, ha tovább emelkedik? Akkor is vesszük. Tejjel nem megy. Én a havi viszonylatban 100.000 forintért tankolok. Most keveset fogok, mert hiszen szervizbe az autót. És mit szólna, hogyha még tovább emelkedne? Fogják emelni, mert már januárban azt írták a pesti újságok, hogy 4000 forintnál, vagy 400 forintnál nem fog megállni a benzinára. Éppen arra gondoltam, hogy nem is néztem meg, hogy mennyibe kerül most itt egy liter üzemanyag. Emelkedett az ára? Igen. Nem tudtam róla, ez most itt mennyibe kerül. Ó, 410. Elég jelentős a legutóbbihoz képest, úgy látom. Befolyásolja az ár, hogy mennyit tankolt? Hát igazából nem befolyásolja, mert kénytelen vagyok minden hónapban ugyanazt a mennyiséget tankolni. Szégyen. Befolyásolta ez a tankolásokat? Hát persze, persze. Nyilván befolyásolja. De hát valahogy menni is muszáj. Amit szükséges, azt meg kell csinálni feltétlenül. Munka vonatkozásába, hát nem tudunk mit csinálni. Nyilván kevesebb jut máshová. De hát... várjuk, hogy ismételt ellemenjen. Hiába várják azonban, az autósok a következő hetekben további emelésre számíthatnak. A következő heteket tekintve mi mindenképpen emelésre számítunk sajnos, mert úgy látjuk, hogy a nemzetközi viszonyok leginkább abba az irányba fogják sodorni az olajárát, hogy az stabilan megmarad a 65 dollár környékén, illetve az olajkitermelőknek a legfőbb érdeke az az, hogy tovább emelkedjen ez az ár, hiszen ők is pénzt akarnak keresni. Így a nyári hónapokban úgy látjuk, hogy akár már a 450 forintos üzemanyag átlagárat is elérhetjük.